Scherer Péter színész rendező olyan témákat dolgozott fel kamaszok, iskolások számára, amelyekről nagyon-nagyon nehéz beszélni. Annak is, akit nem érint a téma, annak pedig pláne, akit igen. Drogról, iskolai erőszakról, társak által egymás ellen elkövetett erőszakról, felnőttek, családtagok által, szexuális erőszakról. Általuk elkövetett szexuális erőszakról, pont erről a témáról szól a Soha senkinek című darab. Simkó Katalin színésznő, aki egymaga, szinte egymaga adja elő ezt az elképesztő darabot. Én láttam, úgyhogy elfogult vagyok, és Takacs Hajnal szakértő, akinek több könyve van bántalmazás témában, maga is túlélő. Jól ismerlek, úgyhogy mi már dolgoztunk együtt, megköszönöm, ha tegeződünk. Egészen elképesztő jelentőségű az, amikor a színház, a színművészet találkozik az élettel, azokkal, akik az érintettek, és segítséget képes nyújtani olyan korú gyerekeknek, akik sem egymással, sem a szüleikkel, sem másokkal nem tudnak olyan témákról beszélni, amiről egy ilyen előadás után veletek együtt tudnak. Jelen voltam ezen az előadáson, ez a Szkénében, de nem is a Szkéné színházi térben, hanem fönt egy tanterem jellegű környezetben, nagyon szűk térben, nagyon megrázó közelségben, Katalin elképesztő előadásában, anélkül, hogy a konkrétumát és a fizikai borzalmakat, anélkül, hogy azokat megmutatná, beszél a szexuális erőszakról. Ez egy nagyon régi műfaj az Egyesült Államokban, elképesztő hatékony. Mi a benyomásotok? Hány helyen adtátok már ezt elő? Hány gyerekkel találkoztatok? Milyen kérdéseket kaptok? Van ennek haszna bőven az irodalmon túl? Igen, ez 2016 tavaszán lett bemutatva a Thália Színháznak az Arizona stúdiójába, és akkor azóta játsszuk párhuzamosan iskolákba, meg színházba, iskolákba sokkal többet. Szerintem sokkal többet voltunk vidéken, tehát vidéki középiskolákban, mint Budapesten, és ettől az évattól vette át a Szkénének a szervezése, és akkor a műegyetemnek mindig valamelyik termében játsszuk, ami azért is jó, mert itt teljesen hasonló ahhoz, ahogy a mi jellevegője az iskolában szokott lenni. És hát iskolákban ugye zömében gyerekekkel találkozunk, színházban pedig vegyes közönség van, tehát ott vannak felnőttek is változó arányban, hogy és nagyon jó találkozások ezek, szóval nagyon... Milyen tapasztalások, visszajelzéseket kaptok egyébként mindketten így a témával kapcsolatosan? Más a gyerekeknek, amikor ugye iskolákba játszok, és más felnőtt közönségnél. Nekem az a tapasztalatom, én egy picit jobban szeretem a gyerekeket, mert de ezek ilyen kamaszok, tehát 15 éves kortól ajánlott a darab, mert ők sokkal nyitottabbak, és még kevésbé fertőzött az elméjük. A felnőtteket inkább már jobban érdekli a jogszabályi környezet, a törvények. Meg hát lehet, hogy a felnőttek közül ugye sok olyan van, aki traumatizált, tehát már átélte valami formában. Mint a gyerekek közül is. Mint a gyerekek közül. Volt azért olyan iskolai előadásunk, ahol volt érintett gyerek. Tehát ugye ez a gyerekkori szexuális abúzusról szól ez a darab. Nagyon zseniálisan van egyébként megrendezve, mert ami az erőszak, kapcsolatban az áldozat oldaláról, vagy az elkövető oldaláról nagyon klasszikusan elő szokott fordulni, ez nagyon gyönyörűen föl van víve a színpadra. Egyébként kérdezted, hogy hát most már közel 100 előadás felé sétál, 50-et már elhagytuk. Igen, valahol az biztos. 50 és 70 között. És, igen, és év múltkor számoltam, én 2 éve dolgozom a nézőművészetivel ugye szakértőként, az előadás után a feldolgozó beszélgetésnél, és én kiszámoltam, hogy körülbelül egy olyan 4-5 ezer gyerekhez jutott el az erőszakmentes életnek az üzenete, ami szerintem óriási dolog. Mondjunk el egy olyan számot, ami azokat a nézőket, akik ezt először hallják, nagyon meg fogja rázni. Azt mondtad, hogy biztosan találkoztatok már érintett gyerekkel. Ez olyannyira biztos, hogy hány gyerek érintett szexuális abúzusban? A látenciát nem számolva most sajnos? Én nem tudnék pontos számokat sem mondani, ugye tényleg nagyon nagy a látencia. Azt mondják, hogy 100 gyerekből 5. Én azt gondolom, hogy én bántalmazottak között is. Tehát én személyes tapasztalatom az, hogy 100 emberből 40-50. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb az arány.
Ugye, mint a családon belül és kapcsolati erőszakban is, ugye óriási a látencia, ott ugye mondják, hogy hetente egy nő. Én szerintem sokkal nagyobbak a számok, és ugye a látencia azért is nagyon erős, mert ugye itt csak a halálesetekről beszélünk, de például a halálos megbetegedésekről, a rákos meg a depresszióról, és az összes hozadékáról, amit az erőszak hoz, arról már nem beszélünk, arról nincsen kimutatás gyakorlatilag. A látencia ugye a ki nem mutatott eset, de létező eset. Elképesztő lehet képzelni, de Robi úgy játszani, olyan gyerekek előtt, hogy biztos lehetsz abban színésznőként, amikor ezt az erőszakot végül is előadod, az erőszak elszenvedését, hogy ül ott olyan gyerek, uh-huh. aki érintett ebben. Igen, hát volt olyan előadás, tehát volt olyan, hogy olyan hely, tehát tudtuk, hogy olyan helyre megyünk, ahol biztos, hogy van, vagy akár mindenki. De azért általában nem ez a jellemző, tehát teljesen átlagos osztályok vannak, ahol azért nem lehet tudni, de előfordulhat, hogy van ilyen. Igen, azért az egy más levegő, amikor az engem egy kicsit meg is rázott, amikor úgy konkrétan egy előadásra emlékszem, hogy úgy kicsit úgy fölborult ez a színházi funkció, vagy nem tudom, a hagyományos néző nézi az előadást. Tehát engem civilbe viselt az, hát meg, ahogy láttam ezeket az arcokat. Ugye említettétek, igen, hogy milyen sok helyre eljutottatok, de amúgy aki intézményvezetőként most látja ezt a beszélgetést, hall erről a darabról, olvasta korábban mondjuk a Hajnal a könyvedet, vagy a könyveidet, de, hogyan kereshet, találhat meg benneteket, hogy mik a feltételek, hogy ez a darab valamilyen intézményben a Nézőművészeti Kft-t kell megkeresni, uh-huh. ott a honlapon fönn vannak az elérhetőségek, és lehet kérni a darabot iskolákba. Egyébként attól függetlenül, hogy ilyen nagyon dark side a darab, a gyerekek nagyon szeretik. Egy nagyon jó előadás, hogy igen, azért élvezhető ezt előadás. Azért, igen, hogy igen, ezért ebben van sok humor, meg mindig van benne oldás. Nem egy borzasztó. Igen. És jó látni, igen, hogy a gyerekek is úgy mennek el a beszélgetés, de nagyon sokszor még oda jönnek kérdezni, beszélni, uh-huh. vagy megkeresnek ugye a közösségi oldalon engem. Hogy tényleg visznek magukkal valamit. Uh-huh. Tehát, de jó, hogy ezt mondod, hogy visznek magukkal valamit, mert a nézőknek én az elején azt mondtam, hogy hasznos ez a darab. De ha véletlenül valaki azt gondolná, hogy ez egy traumatizáló dolog, az nyilván nem haszon, nem ez a célja a dolognak. Nem, abszolút, sőt, egyébként amikor felnőtteknek játsza ugye a Katiék a színházba, ott felnőttek oda járnak gyógyulni. Tehát gyakorlatilag, hogy miről szemben, igen, mert hogy erről nagyon fontos beszélni. Ugye ezek a kis csúsztatások, amik ugye mostanában szoktak lenni, ami volt a MeToo-val is, stb., hogy igen, de ez is, de hát akkor a nők is engem. Most ugye nagy divat, hogy nők elleni erőszakról, ugye a 16 akciónap keretében beszéltek, akkor jöttek a férfiak, hogy de engem is. Én ezt nagyon nem szoktam szeretni, mert ugye ez így elmaszatolja a lényeget, mm. hogy az erőszaknak akkor is van egy gyökérpontja, van egy alaptermészete, és amikor ezt így elsikáljuk, akkor ilyen érdektelenségbe fog fajulni az egész. Mi a darabbal is, tehát ez mindnyájunknak nagyon nagy szív, ugye, hogy tényleg átadjuk azt az igazi fontos üzenetet a gyerekeknek, és nagyon érzékenyek rá. Egyébként azt szoktuk mondani, hogy az érzékenyítő előadás, igen, tehát hogy azért az alapvetően úgy indult, hogy ez egy színházi előadás, tehát nem egy terápia, hanem egy színházi igen, előadás. Igen, ez nagyon hogy nem szóval, hogy csak szükségszerűen ugye hozza magával, hogy mivel erről szól, tehát kikerülhetetlen, hogy lesz egy ilyen funkciója is, hogy a másik szereplője a darabnak, Moldvaik és Andrea, aki hát Hajnal úgy szokta hívni, hogy értő tanú. Igen. Szóval talán a legfontosabb, amit ilyenkor a gyerekeknek úgy át lehet adni, hogy bárki lehet értő tanú közülünk, aki meghallgatja és felébreszti a bizalmat egy áldozatban. Az üzenet tehát pont az ellenkezője, igen, mint ami a darab címe, hogy soha senkinek, minél többeknek, és aki akar látni elképesztő színésznői alakítást, mert ahogy mondjátok, ez hát nem elsősorban terápia, hanem művészet is, az Simko Katalinnal nézze meg a Soha senkinek, nagyon ajánlom, Robi, én szívesen elmegyek veled még egyszer. Következő adás egyébként január 22-én a Szkénében a szervezése. És iskolákban, akik sok megkeresnek titeket a Nézőművészeti Kft-ben. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!